Kassai Lajos lovas íjász. 15 év alatt dolgozta ki egy ősi magyar harcművészet alapjait nyugvó sporták szabályrendszerét és edzésmódszereit. Minden eddigi lovas íjász versenyt megnyert. Megállás nélküli lovas íjászatával pedig bekerült a rekordok könyvébe. Valamint tagja a Megszállottak klubjának. Megszállottak klubja, sokan hallottak róla, sokan nem, de a szó nagyon izgalmas számomra, megszállottság. Hogyan értelmezi, hogyha saját magára értelmezi? Hát nagyon büszke vagyok rá, hogy a tagja vagyok. A Fanándorék hozták létre ezt a nevezzük akkor klubnak, és tudom azt, hogy nagyon sokat törték a fejüket, hogy milyen nevet adjanak neki. Mi persze tudjuk magunkról, hogy nem vagyunk megszállottak, de bennünket kívülről mindenki megszállottnak lát, és aztán volt egy ilyen kompromisszumos megoldás, hogy akkor legyünk megszállottak klubja. De mit jelent a szó? Jó, akkor mi nem? Olyan komoly emberi teljesítményekkel lehet bejutni ebbe a csapatba, ami nem kötődik olimpiai sportákhoz. Tehát nagyon sok, például a lovasi jászat nem olimpiai sport, és én eddig 4 Guinness világrekordot hoztam létre. Vannak maratoni futók, vannak hegymászók, repülők, hosszasan lehetne sorolni azoknak az embereknek a számát, akik valamilyen kimagasló teljesítményt tettek le az asztalra, de nem sport, nem olimpiai sport. És így egy kicsit ennek a klubnak az volt a célja, hogy az emberi teljesítményeken keresztül valahol az emberi minőséget behozza valahogy a mai világba, mert egész egyszerűen nem tudnak ezekről az emberekről. És ugye azt gondolta Nándi, hogyha összefogja ezt a csapatot, összefogják ezt a társaságot, akkor talán több lehetőség lesz arra, hogy a magyar emberek megismerkedjenek azokkal a magyar emberekkel, akik egyébként világhírűek, vagy valamilyen produkciót tettek le az asztalra, ami egyedülálló. Hát aztán, hogy ez mennyire sikerült, mennyire nem, ezt nagyon nehéz megállapítani, de mindenképpen a szándék az volt, hogy nem maradjanak rejtve. Azt mondja, vagy azt olvastam, hogy azt mondta, mindjárt kiderül, hogy így van-e, hogy harcosnak nem lehet tanulni, annak születni kell, a harcos az mindig harcos. Akkor így mondta, ugye? A harcos azt gondolom, hogy egy archetipus. Tehát vannak alaparchetipusok, ilyen a tanító, ilyen a gyógyító, ilyen a pap, ilyen a harcos is. Isten igazából valahogy ez le van osztva. Jung többet tudna erről mesélni, mint én, de a harcos az érzi magán, hogy harcos, és a keresi a harci művészeteket például, keresi a megpróbáltatásokat. Van egy sajátos útja, ugyanúgy, ahogy a tanítónak, a gyógyítónak. Hát akkor most beszéljünk önről. Kicsi gyerekkorában tudta, hogy harcos vagyok? A lélek az egy nagyon finom műszer. Az nem mond tolba, hanem sugal. És a lelkünknek sugallatai vannak. A lélek úgy sugal, hogy van egy élethelyzet, ami tetszik, aztán van egy élethelyzet, ami nem tetszik. A nem tetszését vagy a tetszését nyilvánítja ki, és a nem tetszés tetszés révén, az igenek nemek révén elindul egy életpálya. Valahol az ember jól érzi magát, valahol nem érzi jól magát. És az a légkör, amit mondjuk egy harcművészeti központ jelent, az egy harcos számára az otthon. Az egy jó légkör. Így jött elő a történelem homályába valahol az íj, ugye hát a lovasi íjászat is ilyen apró sugallatok révén jött elő, mert én azt gondolom, hogy én nem születtem üres lappal erre a világra, hanem valamilyen tartalommal jöttem ide. Tehát ha más nem mondok, csak ezek a finom lelki sugallatok, hogy ez tetszik, ez nem tetszik, ezt az íz szeretem, azt az íz nem szeretem, ez az élethelyzet, ez nekem jó, érdekelnek a kihívások, érdekelnek a megpróbáltatások. Én a fájdalomtól nem szenvedek, tehát egy 24 órás lovasi íjászat az nekem nem szenvedés volt, hanem az önismeretnek, a világ megismerésének egy fantasztikusan izgalmas kísérlete.
Másképp gondolkodik egy olyan ember, aki mondjuk úgy, hogy ebbe a kasztba tartozik. És nyilvánvalóan keresjük azokat az élethelyzeteket, keresjük azokat a lehetőségeket, és miután nekem a magyar történelem összefonódott ezzel az attitűddel, akapcsán, hogy minthogyha az íjnak a formája bele lett volna sütve az agyamba, mert amikor megláttam, akkor úgy éreztem, hogy ez egy fantasztikus forma, ezt nekem meg kell csinálni, de hát 6 éves voltam, úgyhogy nem volt más, mint deszkából kifaragni, meg minden elképzelhető módon, de valahogy a forma. És aztán ez a forma, ez a felszínre hozott egyéb dolgokat. Ahhoz, hogy az íjat jól el tudjam készíteni, ahhoz ásatásokra, a múzeumokba kellett járnom, és ennek kapcsán meg egyre több dolog került felszínre a magyarsággal, a magyar történelemmel kapcsolatban. Tehát elindult ez egy finom sejem szál, amin elindul az ember, aztán szerencsével ez egy hajókötéllé növi ki magát, és aztán könnyen kapaszkodunk föl rajta, és hát én idáig jutottam a lovasi jászatig. Aztán nyilvánvalóan jött a ló, jött a jurta, jött ez az életforma, amiben én nagyon jól érzem magam. Tehát minden afelé ment, hogy azt éreztem, hogyha én azt csinálom, amit az őseim, az nekem boldogságot jelent. Fogom azt az íjat, amit ők fogtak, ülök a lóhátáról, lövök a lóról, van egy jurtám, tehát az egész környezet, ami az őseinkhez kötődött, ennek a megélése, ez nekem végtelen boldogságot ad. Azért indultam el ebbe az irányba. És van ennek vége? Tehát, hogy el szeretném mérni azt, hogy nem tudom, 24 órán keresztül tartó lovasi jászat megvolt. És mindig van egy újabb hát van ennek vége, azt úgy hívják, hogy halál. Tehát a halállal lezárul egy korszak, de azt gondolom, hogy a születésünktől a halálig egy óriási lehetőséget kaptunk. Ugye a tibeti halottas könyv azt mondja, hogy ritkán és nehezen hozzáférhető emberi test birtokába jutottál, nincs idő tévutakra. Tehát érdemes odafigyelni arra, hogy micsoda ajándék az élet. Hát ez egy óriási dolog. Ha belegondolunk abba, hogy a világegyetem, ami bennünket körülvesz, azért az egy hideg-sivár környezet, vagy túl forró, vagy túl hideg, vagy bármi. De egyszerűen hozzájutunk egy emberi testhez, és ezáltal van szellemünk, és kapcsolatban vagyunk a fizikai világgal, szerintem ez egy akkora ajándék, amit föl se fog az ember. Én csodálom ezt az egészet, ezt az egész teremtést, ezt az egész létet, és hát nyilvánvalóan törekszem arra, hogy minél többet megtudjak erről. És átadjon, gondolom. Hát nyilvánvalóan, mert a tudás megszerzésének az egyik felét tudjuk csak tanulással, a másik felét tanítással szerezzük meg. Tehát akkor, amikor át tudom adni a tudást, akkor kristályosodott le valójában, és akkor ülepedett le olyan szinten bennem, ami megérett arra, hogy át tudjam adni. Nincs egyik a másik nélkül. Fontosak ezek a körfolyamatok. Tehát az élet, az igazi élet és a jó értelembe vett élet, az mindig ilyen körforgás. Ez nem egy valamilyen irányba haladó munka, hanem körforgás. Amit én megkapok, azt én továbbadom, aztán én is kapok, továbbadjuk, és aztán így haladunk előre. Az egész világon ez túlzás, ez ilyen riporteres túlzás. De szerte világon sok helyen vannak tanítványai, és Magyarországon is vannak tanítványai. Mesternek szólítják? Igen, egyre inkább, és ez azt hiszem, hogy a korral jár. Mit jelent ez a szó? Egy minőséget, azt gondolom. Igen. Valamiben. Tehát én azt gondolom, hogy több dolognak vannak mesterei. Tehát az, hogy engem mester, lehet egy vízvetékszerelő is, vagy egy köműves is lehet mester. Nem, önnek mit jelent ez a minőség? Hát, mesternek lenni, mesterként létezni, mások szemében mesternek lenni. Ezt nem lehet megmondani, hogy szólíts mesternek, ez vagy létrejön, vagy nem. Igen, de én azt gondolom, hogy annak az úton, amin járok, ez egy állomása, hogy egyszer csak az emberek azt kezdik mondani, hogy a mester. Nagyon szigorú? Igen. Nagyon félnek öntől? Igen. És milyen érzés az, hogy félnek öntől? Hát aki nem ismer. Van az emberekben, nézze, ugye a beszélgetés valami fajta harcos attitűdről indult, hogy ez egy archetípus.
akkor, amikor a lélek fölismeri azt, hogy ő micsoda, és mondjuk én fölismerem azt, hogy hát úgy néz ki, hogy én egy harcos vagyok, mert én ebbe az élethelyzetbe, környezetbe élem ki magam, és érzem jól magam, akkor elindul egy igyekezet, hogy létrehozzam az otthonomat, vagy létrehozzam a harcosok otthonát, ami egy 15 hektáros terület a Zselicben, 12 lóval, bivajokkal, szürkemarhákkal, és mindazzal, ami a magyar ősiséghez hozzátartozik, vagy mondtam, mert én ebbe érzem jól magam. Megteremtődik egy légkör, megteremtődik egy olyan hely, ahol a harcos jól érzi magát, viszont itt senki más nem érzi jól magát. Tehát a völgy egy vízválasztó. Akiben a lelkében az érintettség megvan, az boldog, és ragaszkodik, és imádja, viszont az az ember, aki nem ebbe az irányba mozdul, az menekül, mint ördög a tömjén füsttől, hiszen ott nagyon keményen kell dolgozni, ott szigor van, fegyelem van. De jó, hogy ez van. Jó, hogy ez van. Azért jó, hogy ez van, mert ha most egy pár szót váltatunk a harci művészetekről, hogy ide kanyarodtunk, a harci művészetek nagyon hosszú utat jártak be, hiszen valamikor tényleges technikák voltak, és nyilvánvalóan a gyilkolás egy potenciális eszköze volt, ahol ez a harcos kaszt, vagy harcos archetípus teljes életszélességbe ki tudta élni magát, de miután megszűnnek a katonai konfliktusok, és nincsenek háborúk, a harcos archetípus azért létezik, és keresi a helyét a világba, nem akar gyilkolni, nem akar pusztítani, de ha megtalál egy sportot, vagy megtalál egy harcművészet, akkor ebben tökéletesen ki tudja élni magát, és az az energia, ami valamikor rombolt, az most egy építő energiává tud átalakulni. Ez egy nagyon fontos dolog. De ez egy hosszú folyamat, mert a fegyverek változtak, változott a történelem, az archetípus viszont nem. Ha megteremtődnek ezek a harcművészeti iskolák, jó esetben a harcos jól érzi magát. Mindaddig, amíg ez nem válik üzletté. Olyan értelemben, hogy van egy harcművészeti iskolám, én elkezdek tanítani, de valamilyen szinten érdekelté válok abba, hogy nekem sok tanítványom legyen. Nekem sok tanítványom akkor lesz, hogyha a színvonalat folyamatosan viszem lejjebb. Hiszen a harcos archetípus az nem sok van belőlük. Arra üzletet nem lehet alapítani. Tehát kellenek azok az emberek, akik nem tisztán képviselik ezt az archetípust, vagy közük sincs hozzá, egyszerűen eltöltik szabad idejüket kultúráltan. És ez a színvonal folyamatos csökkenéséhez vezet, megszűnik az a belső, a kihívásokat kereső ember, a küzdő ember megszűnik, hanem maradnak a külsőségek, a látványos gyakorlatok, és az ügyes emberek átveszik a harcosoknak a helyét, és ez mindenképpen egy hanyatlás. Ezt éljük ma. Nagyon sok mester barátom van, akik nálam még idősebbek, és Japánba végeztek, vagy Kínába végeztek, és hát mindenki arra panaszkodik, hogy nem tud olyan edzést csinálni, amiről ő azt gondolja, hogy szükséges lenne, mert már nem fogadják el az emberek. Már nem akarnak izzadni annyit, nem akarnak szenvedni annyit. Igen, mert elindult egy üzleti vállalkozás, tehát amikor a mester függő viszonyba kerül anyagilag a tanítványaitól, akkor ez a lejtőnek a mélye felé indítja el. Egy mesternek függetlennek kell lenni a tanítványaitól, kell, hogy legyen. Én azt mondom, és azt gondolom, hogy ha te lovasiász akarsz lenni, akkor így kell élned, neked erre szükséged van, és nincs kompromisszum. Nem is vagyunk sokan. Megismeri a harcost? Meg, persze. Egyből? Nem, hát egyből nem, mert nem vagyok léleklátó, de bent van a mozdulataiba. Egy nő lehet harcos? Hogyne, az amazonok, persze. És találkozott Magyarországon harcos nővel? Hogyne. És nő egy női harcos? A lovasi jászatban igen. Tehát én egy boxoló nőt, vagy egy súlyemelő nő annyira nem dobogtatja meg a szívem, de a lovasi jászata harcművészetek királynője. Ez inkább femini dolog, én azt gondolom. Hát itt nincs közvetlen fizikai kontaktus, nincs az az izzadságszag, mint az ütésverésbe vagy a birkózásba. Ez a harcművészet a harmóniáról szól, és miután a harmóniáról szól, a nők tökéletesek. És egy nő nőies lesz általa, egy férfi férfias lesz általa.
Mi a célja a lovasi íjászatnak? Mert gondolom nem az, hogy rájön a lóra és lőjön, hanem hogy lóvá váljon és íjjá váljon, vagy ahogy mondta, hogy harmóniába kerüljön, hogy egység legyen, valami ilyesmit képzelek én kívülről. Hát a lovasiászatnak nincs önmagába célja, mint semminek. Az embernek kell, hogy legyen valami célja, és az az ember, akinek van valami célja, eszközként tudja használni a lovasiászatot, mint bármi mást a világon, de hogyha boncolgatjuk, hogy miből tevődik össze, akkor nyilvánvalóan ugye már a szóba is bent van a ló és az íj, tehát két irányba indulunk el. A ló és az ember lóval való kapcsolata, az a külvilággal való kapcsolatáról szól. Az, hogy milyen kapcsolatban vagyok a lovammal, abból kiolvasható, hogy én a külvilággal milyen kapcsolatban vagyok. Hogy én milyen kapcsolatban vagyok az íjjal, és az íjászaton keresztül jól látható, hogy milyen kapcsolatban vagyok önmagammal. Ez a mikrokozmikus belső világ. Az íjászattal befelé haladok, önmagam középpontja felé, míg a lóval kifelé haladok a külvilággal kapcsolatban. Ha kulturálisan bontjuk le, akkor van a kelet és a nyugat, ugye, és a nyugat az inkább kifele tekint, tehát távcsövei vannak, és nézi a csillagokat, és mikroszkópja van, és nézi az apró pontokat, de mindenképpen elsősorban inkább kifele szemlélődik. Keleten viszont megvilágosodottak voltak, keleten inkább befelé fordultak. Minden pszichikus energiájukat arra használták föl, hogy önmaguk középpontja felé haladjanak. És én azt mondom, hogy mind a két út rendkívül fontos egy ember számára, és igazán azok szerencsések, akik egyenletesen mind a két úton tudnak haladni. Hiszen fontos számomra az, hogy mindinkább megismerjem önmagamat, igenis járjak egy olyan úton, ami önmagam megismerése felé, önmagam belső középpontja felé visz, de hát nagyon érdekel a külvilág. Érdekel a külvilág, hiszen hiába vagyok én tökéletes harmóniában önmagammal, hogyha engem körülvevő világgal nem tudom megtalálni harmóniát. És melyik megy jobban? Hát a lovasiászatban az a jó... Önnek. De a lovasiászatban az a jó, hogy ha mellé lövök, ha valamelyik nem megy. Tehát ha hiába vagyok én nagyon jó íjász, ugye egy ló vágtat alattam, és hogyha a lóval nem talál meg a harmóniát, akkor bizony hiába vannak a jó képességek az íjhoz, a nyílt céltéveszt. Hiába vagyok tökéletes lovas, egyé óvadok a lovammal, hogyha nem kezelem az íjat jó, és nem talál meg magamba azt a belső harmóniát, ami ahhoz kell. És a lovas íjászatban ilyen szempontból óriási tanítás van. De mi volt a kérdés? Nem tudom, mert figyeltem. Volt egy mondat, amit nem nekem mondott, valahol olvastam, de úgy nagyon megérintett. Azt mondta, hogy amikor a néplélek megbetegszik, akkor züllik egy nemzet néppé. És olyan furcsa volt, hogy a népszó és a züllés szó együtt van, és aztán egyszer csak, hát én bennem így szétégett valami értés, vagy együttérzés, vagy együttértés, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy úgy értette, hogy én értettem. Hát nagyon egyszerű dolog ez, nagyon egyszerű dolog, én azt gondolom, hogy az ember közösségi lény. Tehát az ember önmagában nagyon kevés. Most, hogyha itt lehetne boncolgatni itt a lovasiászattal kapcsolatos dolgokat, és lehet célokról beszélni, meg eredményekről lehet, akkor megmondom őszintén, hogy nem vagyok büszke az elért Guinness rekordokra és világkupa győzelmekre. Ha valami büszkeséggel tölt el, akkor azok a barátaim, az a közösség, ami körülvesz. Én nagyon fontosnak tartom az ember és ember közötti kapcsolatot, és annak a minőségét. És az összetartozás az egy kis csapaton belül, egy kis közösségen belül, az egy fantasztikus dolog, hiszen nem lenne sikere az embernek, hogyha ezt nem tudja valakivel megosztani. Sikertelen az az ember, aki bármilyen eredményt ér el, de mások nem tudnak ennek örülni. Hosszasan lehetne sorolni, de azt gondolom, hogy egymás nélkül nem sokat érünk. Most az, hogy milyen kapcsolatot hozunk létre egymással, ennek a minősége nagyon fontos. Fontos egy családon belül, fontos egy szűkebb közösségen belül, és hogy terjesszük ki egyre nagyobbá, ott vagyunk a nemzet fogalmánál, hiszen egy nyelvet beszélünk, egy kultúrát élünk meg. Ha ki lehet ezt terjeszteni egy nemzetre, és egy célért tudunk küzdeni minél többen, vagy jól érezzük magunkat a kultúránkba, akkor ez egy óriási dolog. Ha kezdünk ebből kifarolni, akkor ez a nagy közösség,
ez elkezd vergődni, hiszen megjelennek az egyéni célok, mindenkinek valamilyen más egyéni célja van, ami rendben van. Mert a világnak a lényege, én azt gondolom, a komplexitás. A komplexitást pedig úgy tudjuk elérni, hogy a nagyon differenciált, nagyon különböző, mi különböző emberek vagyunk, de ha mi tudunk integrálódni, akkor létre tudunk hozni egy komplex rendszert. Mindenki legyen más, ez nem kérdés. Tehát a közösséggel kapcsolatban legtöbb vád azt éri a közösséget, hogy fel kell adni önmagadat, be kell hajtani a fejedet, és aztán hangyává kell válnod. Nem igaz, ez hülyeség. Ezek demagógiák. Nagyon fontos az egyéniség. Lényeges az, hogy minden a közösség, minden egyes tagja egy egyéniség legyen. De képesek legyünk integrálódni. De hiába vagyok én borzasztó nagy egyéniség, hogyha képtelen vagyok arra, hogy integrálódjak egy nagyobb társaságba, és legyenek közös céljaink. Ez ad egy komplexitást, és mindennek a komplexitás felé kéne menni. Ha nem ez van, az rossz, és most azt gondolom, hogy ezt mindenki jól látja, hogy ebben az országban most nem ez van. Tehát nagyon sokféle... Volt már, hogy ez volt? Pillanatokra igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy fönntartható állapot. Minél messzebb megyünk a történelembe, mindig a közös gyökerekhez megyünk, ez az állapot annál természetesebb, és annál markánsabban jelenik meg. És aztán, ahogy az embernek a fejlődését nézzük, ez robban szét, és most egy ilyen individualista a kort élünk meg, de ezek a pulzálások mindig vannak. Egy forradalom összehozza az embereket, egy külső ellenség összehozza az embereket, ezt tudják a politikusok is, ezért hajlamosak arra, hogy még itt az országon belül is megjelöljenek embercsoportokat, mint ellenséget, és akkor aztán ezek ellen lehet valamit manipulálni. Ez rossz, ez nem jó. Tehát ez ellentmond annak az alapelvnek, hogy differenciáltnak kell lenni. Nagyon differenciáltnak kell lenni, viszont ezek a különböző egymástól teljesen eltérő csoportoknak meg kell tanulni együtt működni. Ez lenne a lényeg. Azt mondják, még az ősi harcművészetekben is az a mondat sok helyütt szerepel, hogy egy harcos, és mindig harcra kész. De igazából ezt könnyű értelmezni a múltban, mert elképzelem, hogy mindig tudja, hogy ki van a háta mögött, tehát hogy ezt úgy képileg is el tudjuk képzelni. De mi van most, amikor a harc már, ahogy mondta, nem életre halálra megy? Igen, de hát a harcos nagyon keveset harcolt mindig. Tehát az az idő, amit egy római katona, 22 év katonai szolgálatba effektíve a kard suhogtatására, vagy az ellenség lefejezésére használt, ez egy töredék idő. Amikor nem ez történt, utakat építettek, hidakat építettek, erődöket építettek, tehát az építő munka jelent meg. Ezek energiák. Ezek energiák, amit én tudok jóra és rosszra is felhasználni, a lényeg az, hogy építsünk vele. Tehát akkor végülis a harcosság az egy nagyon erőteljes jelen lét. A harcos az egy archetípus, ahogy mondtam, igen, és azt tudja, aki ebbe él, hogy az egy erőteljes jelenlét, így van. Így van, egy kihívások felé. Tehát a harcos, honnét induljunk el? Hogy mi a harcos, az nagyon jól látszik a stílus alapítókon. Tehát minden stílus alapító mester tökéletes harcos, a minden jegyével. Tehát az ellenállás irányába masszívan képes haladni, nem azt nézi, hogy hol tudok kislisszanni, hol könnyebb az út, hanem ha egy akadályt elhárítottunk, akkor folytassuk a soron következővel, és mindig a legnagyobb ellenállás irányába haladva. Tehát nem azt nézem, hogy tudok kibújni egy feszültség alól, nem azt nézem, hogy tudok megkerülni egy akadályt, hanem hogy tudom ezt megoldani. Egyetlen pici dolog maradt bennem, ugye azt mondta, hogy tartanak öntől. Ugyanakkor nekem az a mániám, lehet, hogy tévedek, hogy ha az ember fél valakitől, akkor azt nem tudja szeretni. Mert amitől félünk, azt nem tudjuk szeretni. Ahogy én értelmezem a szeretetet, mondjuk, hát ebbe hosszan be lehetne menni. Hogy van ez? Hát én szeretem az embereket. De nekem, nem is fél tőlem. De nekem soha nem volt célom, hogy szeressenek az emberek. Nem? Nem. Én szeretem az embereket, és miután én szeretem az embereket, egyáltalán nem érdekel, hogy engem szeretnek-e vagy nem. Nem gondolok erre dologra. Én hiszek
Az emberről én már nagyon sok mindent hallottam, hogy az ember rossz, hogy az ember borzasztó, hogy az ember egy csoda. Én azt gondolom, hogy az emberben mind a két véglet megvan. És az, hogy melyik végletet hozzuk bele felszínre, hát abban nekünk dolgunk van. Tehát egyik ember a másikból a vadállatot is ki tudja hozni, meg a csodát is ki tudja hozni. Tehát azért itt megint két emberre van szükség, és én azt mondom, hogy fáradozzunk a csodán. Hát ne azt nézzük, hogy mi a rossz a másikban, nézzük a jót. Egy nagyon fontos dolog az, hogy én hajlandó vagyok valamiért harcolni, küzdeni. Valamiért, valami ellen soha. Tehát bennem nincs ellen, nem azt gondolom, hogy az én dolgom a rossz pusztítása, hanem a jóért való harc. A szépet és a jót kell felszínre hozni. Valami van, ami még nagyon hiányzik? Nincs. Köszönöm.